Alapvetően az edzőteremben három különböző személyedzést tartó szakembert találhatunk. A testépítés fitness edzőt, a fitness instruktort, illetve a személyedzőt. Tevékenységüket tekintve mindannyian személyedzéseket tartanak, tehát az egy személyedzést. Alapvetően az edző és a vendég kettőjük között kapcsolata végeredményben ebben nyilvánul meg. A testépítő fitness oktató vagy testépítő fitness edző egészséges emberekkel foglalkozik, alapvetően edzőtermi körülmények között, edzőtermi eszközparkkal, és valamelyest van vonatkozása a testépítés versenysporthoz. Ezzel szemben a fitness instruktor szintén egészséges emberekkel foglalkozik, egészséges sportolni vágyókkal, akik szeretnének életmódot változtatni, szeretnének egészségesebben élni, de ők eltávolodnak a testépítés versenysportból, viszont hasonló eszközparkkal dolgoznak, hasonló körülmények között, kiegészülve speciális eszközökkel, lásd felfüggesztett eszközök, vagy egyéb más saját testsúlyos, vagy kiegészítő eszközök, mint egy gumiszallag, egy gumikötél. A személyedzőhez képest egy kicsit eltérő, a személyedző egyértelműen speciális célcsoportba tartozó személyekkel is foglalkozhat. Megmagyarázom ezt a kijelentésemet, ez annyit jelent, hogy az egészségestől eltérő, vagy pedig a hétköznapitól eltérő. Mert hogy egy terhes, várandós hölgy az természetesen egészséges, csak mégis a hétköznapitól picit eltérő bánásmódot igényel. Valamint eltérő a különböző betegségekben szenvedőknek a személyedzése. Különböző mozgásszervi betegségekben, belgyógyászati betegségekben, valamint esetleg beleszületett vagy szerzett problémákkal küzdőknek a személyedzése szintén speciális bánásmódot igényelhet. A személyedző ebből fakadóan egy sokkal összetettebb, sokkal szélesebb látókörrel rendelkezik, tudja a betegségeknek a hátterét, ismeri valamelyest ezeknek a fiziológiáját, ismeri a patológiáját, és megpróbál mindenki számára egy személyre szabott edzésprogramot össze. Az, hogyha elmentek egy edzőterembe, vagy elmegy egy vendég az edzőterembe, és úgy dönt, hogy szeretné az életét megváltoztatni, most itt már a január 1-jének már vége, de úgy gondolom, hogy bármikor lehet új életet kezdeni, most jön a fürdőruha szezon, úgyhogy egy újabb ilyen nagy lendületet lehet kapni, akkor alapvetően ezzel három különböző személyedzést végző szakemberrel tudunk találkozni. Természetesen ettől van eltérés, hogyha csoportos órákat választanánk, mert a csoportos órák szintén lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy mozoghassunk, és hát a sportot beemeljük az életünkbe. Nagyon gyakran ebből fakadóan az életmódváltásra elkötelezettek nem mernek bevenni az edzőteremben. Én szeretném őket egy picit ebből a szemléletből kibillenteni, és azt szeretném, hogyha megváltozna ez a fajta gondolkodásmód, és mindenki nyugodt szívvel bemerne jönni és elmerni kezdeni az edzéseket, és nyugodt szívvel merne segítséget kérni az általam említett szakemberektől.